Jó hangulatú, érdekes előadást hallhatott az az érdeklődő, aki Szörényi Levente estéjére ült be a művelődési házba. A zeneszerző legenda őszintén lelkesedéssel beszélt színházi műveinek keletkezéséről. Sok érdekességet megtudhattunk, hogy milyen gondolatok inspirálták egy-egy alkotásnál. Szörényi Levente előtt Mackó Mária népdalénekes kápráztatta el hangjával, kedvességével a nagy érdeműt. De mostanában mivel foglalkozik? Beszéljünk egy kicsit erről. Hát most egészen konkrétan hetekig próbálunk minden nap, illetve a hétvégét leszámítva a Körcsarnokban a június 4-i kis stadionbeli fonográf koncertre, ami most már azért többé-kevésbé meg van hirdetve, már láttam plakátokat is itt-ott. Hát kemény munka, mert 20 éve nem játszottunk így együtt, 84 őszén volt a búcsú koncert, és azóta hébe-hóba csak láttuk egymást. Tehát gyakorlatilag nagyon meglepő az, amikor az ember úgy fölismer egy-egy számot, meg azt ugye a hangokat is a hangszeren, meg a torkában is megtalálja a szólamokat. Mondjuk nekem egyszerűbb a helyzetem, mert többnyire a szólamok, a vezérszólamokat én szoktam énekelni, tehát magát a dalt. A probléma ott kezdődik, amikor az embernek kórusban kell énekelni, és akkor ugye hát, na jó, szóval nehéz munka, de elvállaltuk tavaly nyáron, és ezt igyekszünk a legnagyobb hőfokon és a legnívósabb módon előadni, miután a fonográf mindig is arról volt híres, hogy olyan precíz zenét játszott, és nem szeretnénk becsapni a közönséget. Melyik az a inkább színdarab az, ami önnek a szívéhez nőtt, vagy ezek a régi fonográf illés számok, amiket ön írt, szerzett? Hát jó a kérdés, de nem tudok rá egyértelműen válaszolni. Szóval az én életemben gyakorlatilag ezek egyforma súllyal jelennek meg, mert ami aktuálisan is működik, az a színházi megnyilvánulás, tehát a darabjaim, bár abban nem veszek részt természetesen, de azért nyilván, hogy aggódva kísérem figyelemmel, például tavaly Csíksomlyon az István a király előadását, onnan a helyszínről, azt a több százezeres tömeget, nem tudom én, de hát mondjuk ez én életemben is egy nagy ajándék, ha kigondoltam volna, mit tudom én, akár egy pár évvel is, főleg, hogy mint köztudott, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül sem a politika, sem az egyház nem szívesen járult hozzá, hogy pont Csíksomlyon előadjuk az István a királyt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ez aktuálisabb, mint a két zenekar, bár most a fonográf amiatt, hogy koncertre készülünk, természetesen előtérbe került. Nem tudnám így megkülönböztetni egymástól a dolgok. Egészen másról van szó, amikor az ember akár az illésről, akár a fonográfról nem csak beszél, hanem effektíve föl is megy a színpadra. És egészen másról van szó, hogyha, amiről például ma este is az előadás tartatik majd, hogy ezek a színházi darabok, ezeknek a zenéi és a történelemmel, a magyar történelemmel való összefüggés rendszere is, mint tudom én. Szóval ez egy egészen más világ, mint a két zenekar. És mennyire bántja önt, hogyha úgy látja, hogy nem egészen úgy adják elő, ahogy ön azt elképzelte ezeket a színházi darabokat? Ebben nem nagyon tud beleszólni, mert más a rendező, nem? Hát részben igaz. Szóval valóban ez egy nehézségi foka. Azt nem mondanám, hogy én minden szerepet el tudnék énekelni, de amikor írom, akkor én beleélem magam természetesen. A női szerepet az falzetton éneklem, a többit meg férfi hangon és a többi. De nem tudnám elénekelni. Természetesen a férfi szólamokat a magam módján elő tudom adni, de itt nem ez a cél természetesen. Most a baj ott kezdődik, hogy igen, a rendezővel sokszor nem egy platformon vagyunk a tekintetben, hogy
És hogy az, aki éppen, tehát az, akit kiválasztanak egy-egy szerepre, az minden. Ugyanis a rendező az elsősorban színészi szemmel nézi, én meg hangi szempontból nézem az előadót, a színészt, és hát ezek nem mindig érnek össze, pedig valóban jobbnál jobb tehetségek vannak, és akkor még nem beszéltünk a névről, mert ugye ez is számít, hogy van-e valakinek már neve, a közönség által ismert neve, vagy csak ismeretlen. Ha valaki nagyon jó, akkor természetesen megérdemli azt, hogy bevezessük. Szóval ez egy nagyon összetett, bonyolult dolog, és röviden a válaszom az, hogy igen, nem mindig sikerül. És akkor az ember ilyenkor egy kicsit bosszankodik. Nem szomorú vagyok, csak bosszankodom. Persze, a saját gyereke, ugye? Ez az egész zenei dolog. Van-e valami olyan, amivel most foglalkozik így színdarabilag, most a fonográf koncert után esetleg valamivel kirukkol-e a nézőknek? Hogyne, de ez általában nem úgy szokott lenni, hogy az ember a homlokához csap, és akkor úgy elkezd, az István a király, és 10 évig készültünk. Az Attila, az 93-ba került bemutatásra, az azt jelenti, hogy 10 évvel az István bemutatója után, tehát összesen 20 évet várt az Attila gondolat a fiókban. Nem a készmű, hanem maga csak a gondolat, az elképzelés, hogy egy ilyen mű. Na most évek óta az István és az Attila bemutatása után kezdtem el egyre többet gondolni arra, közte aztán voltak művek, mint a Kiátkozott, nem tudom én, de hogy az István témát egy újabb műben folytatni kéne, vagy el kéne varni, hogy ezt pestélyesen mondjam. Ebből lett a Veled Uram, tehát az öreg Istvánnak a története Imre Herceggel és a többi. Tehát nem akarom részletezni, a hatalomátadás, István halála, a korona fölajánlása, ez a vége a darabnak, és akkor így gyakorlatilag kikerekedett az a történet, amit mi az István a királlyal félig mutattunk csak meg, mert a koronázásig mutattuk meg. És gyakorlatilag a 2000-es, tehát a Veled Uram esztergomi bemutatója után erősödött föl bennem egy gondolat, ami csak most legutóbbi nyár végéig egy egészen más irányt vett, és csak a nyár végétől, hogy mondjam, kezdtünk el gondolkozni azon, hogy ebből is egy színpadi mű legyen, és ez pedig a Árpád fejedelem halálának az 1100 éves évfordulója, ami most lesz 2007-ben, erre egy zene, valamilyen zenemű. A valamilyen most már nem valamilyen, hanem most már konkrétan tudjuk, hogy ez is egy színpadi mű lesz, bár én nem, eredetileg nem ezt terveztem. Tehát tulajdonképpen több-több hosszú-hosszú évek telnek el, míg az ember eljut odáig, hogy bemutasson egy elképzelését, de megmondom, hogy én nem panaszkodom, mert eddig minden fontosabb elképzelésem az megvalósult, úgyhogy úgy látszik, hogy a Jóisten segít engem ebbe. Milyen népdalokat fog énekelni? Főként székelyföldi és galgamenti, palóc, pontosabban palóc énekeket, de lehet, hogy ha szüksége van a népnek és a közönségnek rá, akkor még egy-két moldvai dallam is bekerül a mai műsorba. Ez mindig attól függ, hogy mennyire szeretik és mennyire értik ezeket az énekeket, és mennyire befogadók. Ön hogy válogatta össze, amikor jött erre a mai estére, hogy a kedvencek, vagy a jól énekelhetők? Mivel ma este Szörényi Levente az estfénypontja, én nagyon nagy tisztelője vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy most énekelhetek az ő műsora előtt. Tehát főként olyan énekeket választottam, amelyeket ő nagyon szeret, és a Csodaszarvas című produkciójában is én énekelhettem fel neki. Magyarország az én hazám. Szeretném fölnyitni az emberek figyelmét arra, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen szép a mi hazánk, az életünk, a történelmünk, és hogyha van egy magyar anyanyelvünk, akkor kell, hogy legyen egy magyar zenei anyanyelvünk, és kell, hogy legyen egy magyar mozgáskultúránk. Ön szerint most itt vagyunk az Európai Unióban, ugye már egy jó pár napja. Nehéz lesz megőrizni ezt a magyar kultúrkincset? Én azt gondolom, hogy a népzene és a népi dallamok olyan mélyen ereszkednek a földbe, hogy akármilyen szél fúj,
ezt a gyökeret nem lehet kitépni, és én hiszek abban, hogy ha eleget hallhatják ezeket a dallamokat és ezeket a zenéket, akkor egyre inkább sajátuknak érzik az emberek, és mi azért születtünk a földre, hogy ezeket a kincseket megmutassuk az embereknek. Álmos vezér, amint őseihez tére, Árpád lőn után a magyarok vezére. De kissé bővebben elmondom majd nektek, ki volt a vitéz, kit Árpádnak neveztek. A nagy birodalmat, a magyarok honát, hol megdönti saját terhe a gabonát, hol tűzzel van tele a szőlő gerezdje. A hős Árpád szerezte.